Kérdéses, hogy lesz-e pénz a jövő hónapban a tanárok bérére. Legalábbis ilyen információi vannak a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének. Szerintük gyakorlatilag üres a klik számlája, ezért a béren kívüli juttatásokat már ebben a hónapban sem fizették ki. A köznevelésért felelős államtitkár híradónknak nem erősítette meg mindezt. Igaz, nem is cáfolta határozottan. A tanárok ma is, mint minden nap, végzik a dolgukat. Most éppen a játszótérre hozták az üres órában a kisdiákokat. Ezek a biztos dolgok. Az viszont bizonytalan, legalábbis a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint, hogy a jövő hónapban kapnak-e fizetést. Ez az információ ezen a héten csütörtökön hangzott el, miszerint tök üres a Klebelsberg intézmény fenntartó központ kasszája. A kötelező kifizetésekre sem kaptak, hát a pedagógusoknak közalkalmazottaknak járó kötelező kifizetésekre sem kaptak májusban semmiféle ellátmányt. Ez mindenféleképpen aggasztó. Az elnök szerint a tanárok a béren kívüli juttatásokat már ebben a hónapban sem kapták meg. Ezek a kifizetések egyébként máskor is szoktak csúszni, de 15-ig mindig meg szokták kapni a tanárok. A köznevelésért felelős államtitkár híradón kérdésére nem erősítette meg az információt, hogy fizetési problémák lennének a kliknél, bár határozottan nem is cáfolta. Nem tudom megerősíteni önnek ezt az információt, bármennyire ezt gondolja. Azt gondolom, hogy a kliktől ilyen információ hivatalosan nem kerülhetett ki. A pedagógusok fizetésére a költségvetési előirányzat rendelkezésre áll. A pedagógusoknak a jövő héten kell megkapniuk a jövő havi fizetésüket, így akkor mindenképp kiderül majd, hogy van-e elég pénz a kliknél a bérekre.